Varvasovszky Tihamér városunk egykori polgármestere és országgyűlési képviselője, illetve az állami számvevőszék elnök helyettese a Tarsói Ifjúságért Egyesület főutcai székhelyén vendégeskedett. A beszélgetésen, amelynek moderátora Sije Sándor újságíró volt, a korszakos városvezető megerősítette, az a három ciklus, amelyet a választók akaratának megfelelően a királyi város élén töltött, ma is meghatározó számára. Óriási megtiszteltetés, hogy valakit háromszor megválasztanak ekkora városba polgármesternek, Szent István városába. Én azt hiszem, hogy szép időszakot hagytam magam mögött. Jól működött a közgyűlés, nyilván voltak viták, de nem pártpolitikai viták voltak, hanem szakmai viták, és sok mindent meg tudtunk valósítani, amit 20 évekkel ezelőtt elhatároztunk. Az est második felében Varvasovszky Tihamér az állami számvevőszék egyik felelős vezetőjeként eltöltött időszakáról elmondta, a jelölés több évtizedes becsületes szakmai munkája eredménye volt, amely megerősítést jelentett számára. Nagyon hiányzott a város, egy évig nehezen éltem meg, hogy nem itthon dolgozom, nem itthon szolgálok, de én azt hiszem, hogy egy óriási megtiszteltetés és kihívás az, hogy az ember ilyen szinten dolgozhat Magyarországért, a közpénzügyekért, és nagy rálátása lett az embernek az ország költségvetésére, nemzeti vagyonára, az önkormányzatoknak összességében működésére, lehetőségeire. Tehát egy nagyon szép időszak volt az is. A bensőséges hangulatú diskurzusban ismét visszaidézhették a résztvevők azt az időszakot, amelyben Székesfehérvár a városvezetésnek is köszönhetően ismét kiemelt szerepet játszott hazánk gazdasági és kulturális életében.